Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió szeptember 18-ai szerda esti híradója már is kezdődik. Elsőként nézzük vezető híreinket, röviden. Hatékonyabb árvízvédekezés. Elkészült az új zsilip a Nagy Pandur szigeten. Elsősegélyből jeles. Bronzminősítést hozott a Bajai Szent László AMK csapata a Vöröskereszt országos versenyéről. Jótékony szigetkörök. Ezúttal is népszerű volt a Bajai Rotary Klub suli kezdő futása. A közelmúltban több beruházás is lezárult a városban. Elkészült az új, hatékonyabb árvízvédekezést segítő zsilip a Nagy Pandur szigeten, egy új kerékpárút a keleti körúton, valamint a Damjanics utca egy forgalmas szakasza is új burkolatot kapott. Fercsák Róbert polgármester a fejlesztési iroda munkatársaival, valamint a sajtó képviselőivel tekintette meg az elkészült fejlesztéseket, köztük a Gemencben található új zsilipet is. 2017. október 1-én indult az önkormányzatok árvízvédelmi hatékonyságának növelése okos mérőeszközök alkalmazásával című projekt, amely egy határon átnyúló együttműködési program keretében valósul meg. A fő kedvezményezett Bajaváros önkormányzata, a szerb partner pedig Törökbecse község önkormányzata. Az Európai Uniós támogatás összege közel 800 ezer, a projekt teljes költségvetése pedig közel 940 ezer euró. Szeptember végén lezárul a fejlesztés egy része, amelynek állomásaként elkészült az új zsilip a Nagy Pandur szigeten. A mögöttünk lévő zsilip, illetve zsilip rendszer az abból a célból lett felújítva, hogy akkor, amikor olyan magas ár hullám éri el a Dunát, illetve a Sugovicát, Baját, ami elönti a Nagy Pandur szigetet, akkor ne kelljen gátat robbantani, illetve a betörő víz ne tegyen kárt, ezért a zsilipen keresztül szép lassan a víz emelkedésével el lehet árasztani a szigetet, és utána, amikor az ár levonul, akkor ugyanezt visszafelé meg lehet tenni. Korábban a víz kivezetése 1 méter átmérőjű zsilip segítségével történt. Az új vízkormányzó műtárgy megépítése után az átvezetést biztosító keresztmetszet a 8-szorosára nőtt, jelentősen csökkentve ezáltal a víz kivezetéséhez szükséges időtartamot, tájékoztatott Pap István beruházási ügyintéző. Egy 2 méter 60 centi átmérőjű hullámos acéllemez tuboszíder csőátteresz lett beépítve ugye a 1 méteres átteresz helyére. Két oldalán burkolt elő- és utófenék található rénómatraszos kőszórással, ami megakadályozza a kizúduló vizeknek az elő-utófenék elhabolását. A napokban befejezték a Damjanics utca egy szakaszán is az útjavítást, amely az Árpád utcával együtt egy belügyminisztériumi pályázatból valósulhatott meg, melyet az önkormányzat önrészel egészített ki. A körzet önkormányzati képviselője dr. Zöld Lászlóné elmondta, az itt élők régóta szerették volna, hogy új útborkolat készüljön, hiszen egy igen forgalmas útszakaszról van szó. Éjszakánként nagyon sok problémát okozott a jövő menő járművek, zavarták a lakosság nyugalmát, az éjszakai pihenésüket, és nagy öröm számukra is, meg különösen az én számomra, hogy tudtuk teljesíteni az ígéretünket, megígértük, hogy ez az utcának, ez a szakasz el fog készülni, és hála Istennek ez meg is valósult. A sajtó képviselőinek megmutatták a keleti körúton az új kerékpárutat is, amely a Bográcsos körforgalomtól a Fénysorompóig tart. Ehhez területfejlesztési pályázaton nyert támogatást a város. Fercsák Róbert elmondta, szerették volna a hűtőházig megépíteni az utat, azonban az egyik magánkézben lévő szakaszért olyan magas árat kért a tulajdonos, amelynek megvásárlása nem lett volna célszerű. Új típusú digitális fejlesztések kezdődnek a felsőoktatásban egy kutatási programnak köszönhetően. A világszerte használt különféle megoldásokat egységesítő rendszer lehetővé teszi a hallgatók számára az élményszerű tanulást, valamint a tananyag hatékonyabb elsajátítását. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alaptámogatásával megvalósuló, mintegy 144 millió forint összegű projekt keretében többek között interaktív táblák, digitálisan rögzített előadások segítik majd a felsőoktatási intézmények hallgatóit.
A rendszer fontos tulajdonsága, hogy méréseken alapul, így a leghatékonyabb digitális oktatási megoldások jelennek meg egy szolgáltatási csomagban, amely a jövőben minden felsőoktatási intézmény számára elérhető lesz. A 2020. október 31-ig megvalósuló projektet a későbbiekben a közoktatási és felnőttképzési intézmények számára is elérhetővé szeretnék tenni. Másodjára díjazták a zsűri által legjobbnak ítélt fotókat Baján. A Délvidék fotópályázatra több mint 700 képet küldtek be az alkotók. A díjátadóról készült riportunkkal folytatjuk néhány perc múlva. Robbanásban sérült emberek ellátása, baleseti helyszín biztosítása, forgalmas útszakaszon történő újraélesztés. Ilyen és ehhez hasonló feladatokban kellett bizonyítaniuk a résztvevőknek az idei országos első segélynyújtó versenyen. A Szent László AMK diákjai minden évben indulnak a megmérettetésen, a fiatalok pedig ezúttal is éremmel és oklevéllel tértek haza a vetélkedőről. Stabil oldalfekvés és mellkas kompresszió. Ezekkel a gyakorlatokkal ismerkednek meg elsők között azok a fiatalok, akik jelentkeznek az első segélynyújtó szakkörre. A Szent László AMK-ban 5 évvel ezelőtt indult el a délutáni foglalkozás, amely során a diákok az alapvető elsősegélynyújtási feladatokat, betegmozgatást és ellátási technikákat sajátíthatják el. Czinner Gábor, a Bajai Mentőállomás mentőtisztje azt mondja, fokozatosan nő a felkészítésre jelentkező diákok száma, amelynek köszönhetően egyre többen rendelkeznek a mindennapi életben is alkalmazható ismeretekkel. Az eredményeket tekintve országosan elmondható, hogy például a sikeres újraélesztések száma duplájára nőtt, eddig évente a tavalyi évig bezárólag mintegy 500 sikeres újraélesztés történt országosan, az idei évben pedig már 1000 fölött van a sikeres újraélesztések száma, köszönhetően a fiataloknak. És az idősebbeknek is természetesen, akik képzett elsősegélynyújtó. Az iskola diákjai nem csak a foglalkozásokon bizonyítják tudásukat, a tanulók ugyanis rendszeresen részt vesznek a Magyar Vöröskereszt által szervezett elsősegélynyújtó versenyeken, ahol különböző szituációs helyzetekben kell alkalmazniuk a korábban megtanultakat. Volt például autóbaleset, ott mondjuk az egyik lány be volt drogozva, és az egyik ujja az leszakadt. A másiknak a fejéből kiállt egy üvegszilánk, a harmadiknak pedig nyílt könyöktörése volt. A versenyt minden évben hosszas felkészülés előzi meg, így a rutinos elsősegélynyújtóknak ezúttal sem okoztak gondot a feladatok, a diákok pedig végül bronz minősítéssel tértek haza az országos fordulóról. Összetett feladatokat kapunk általában, vannak köztük nehéz feladatok, vannak köztük könnyebb feladatok is, amit meg lehet oldani. Ha tanulunk rá, akkor szerintem egyik sem nehéz, csak oda kell figyelni, hogy tudod megoldani azokat a feladatokat, amiket adnak. A képzés során tanultakat a hétköznapokon túl jövőbeli tanulmányaik és munkájuk során is kamatoztathatják a diákok. Az egészségügyi szakon tanuló fiatalok közül ugyanis sokan betegápolónak vagy mentőtisztnek készülnek, mondta az intézmény vezetője. Vagy elhelyezkednek az érettségi után, mert ugye kapnak egy szakmát is, gyakorló ápolók lesznek, illetve technikus évfolyamon pedig egyéb végzettséget is szerezhetnek, illetve a felsőoktatásban is tanulhatnak tovább, ott pedig még jobban tudják kamatoztatni a gyakorlati ismereteiket. A diákok a versenyt követően sem pihennek, legközelebb az októberi pályaválasztási kiállításon mutatják be az érdeklődőknek az elsősegélynyújtás alapjait. A héten a Bajai Párt független civilek polgármesterjelöltje, Garami Artúr és csapata is bemutatkozott a városban. Programjuk kulcsmondataként a zöld, boldog, család és állatbarát, eredményes Baját fogalmazták meg. A jelöltek között van a jelenleg is képviselőként tevékenykedő Csomor Csaba. A Sugovica parti sétányon mutatkozott be a sajtó előtt a Bajai Párt független civilek csapata. Most először minden választókerületben indul civil jelölt, köztük Garami Artúr is, aki egyben a polgármesteri székért is harcba száll. Az informatikával foglalkozó bajai vállalkozó elmondta, 3 évvel ezelőtt a vicc kedvéért indította el közösségi oldalát, az utóbbi hónapokban viszont a szándék komolyra fordult.
A polgármester jelölt úgy fogalmazott, függetlenként ők a mérleg nyelvének szerepét tölthetnék be a testületben, a kormánypárti és az ellenzéki képviselők között. Mindenképpen mi vagyunk azok, akik eldönthetjük, hogy azt a döntés, hogy beterjesztést azt elfogadjuk-e vagy sem, amit akár az egyik, akár a másik párt ad be. Tehát egyfajta kontrollt tudunk ezáltal gyakorolni a pártok fölött, azért, hogy ne párt érdekek képviselődjenek, ne párt érdekek érvényesüljenek a bajai önkormányzásban, hanem a bajai civilek és baja város érdekei érvényesüljenek. Mi leszünk ennek az őrei tulajdonképpen. A csapat tagjai között van a 9. választókerület jelenlegi képviselője Csomor Csaba is. Mint elmondta, ő és Garami Artúr kérték fel a többi jelöltet, hogy induljanak a választáson. Mellettük Hajnal Beáta, Nagy Tünde, Kemény Zoltán, Kopári László, Agatics László, Hegedűs Ibolya és Novákné Rigó Anna Mária indul, valamint Atyánszki György, aki korábban 2 ciklus töltött a parlamentben. Jelölő szervezetként a Kisgazda Szövetség Egyesület áll a csapat mögött, ez a kompenzációs lista miatt fontos. Garami Artúr hozzátette, programjuk a közösségi oldalon elérhető, illetve hamarosan saját újsággal is jelentkeznek a városban. Ismét nagy népszerűségnek örvendett a Duna Fotóklub Egyesület által másodszor meghirdetett délvidéki fotópályázat. A szeptember 14-i díjátadón 50 fotós 160 munkáját mutatták be a jelenlévőknek. A tárlat anyagát az MNAMK galériájában tekinthetik meg az érdeklődők. 67 alkotó 767 munkája közül válogatta ki a díjnyertes műveket a szakmai zsűri Bán Katalin fotóművész vezetésével. A szombat délután megszervezett díjátadón 160 művet mutattak be a jelenlevőknek papíralapú, valamint digitális formában. Horosnyi Sándor, a Duna Fotóklub elnöke elmondta, a pályázatot hagyományteremtő szándékkal írták ki, a jövőben is újabb megmérettetésre számíthatnak az érdeklődők. A kiállítás igazából egy pályázatnak ugye a bemutató anyaga. Gyakorlatilag már tavaly elindítottunk egy fotópályázatot, akkor még ugyan kezdőként, de mivel nagy sikere volt, ezért kaptunk egyfajta kurázsit, és akkor is már úgy szántuk, hogy hagyományőrző jellege legyen ennek a pályázatnak, és most megszerveztük a második délvidék pályázatot. Egy kicsit kiegészítettük, tavaly ugyan csak papírképes pályázatról volt szó, az idén már digitális anyagot is be lehetett adni. A résztvevők a papíralapú monokróm, a papíralapú színes, a digitális baja, a digitális monokróm, valamint a digitális színes kategóriákban pályázhattak. Az elismeréseket a fotóklub elnöke nyújtotta át a díjazottaknak, majd Virág István zombori fotóművész köszöntötte a jelenlévőket. Nehéz egy nevező alá hozni az itt látott képeket, hiszen heterogén a paletta, úgy tematikájában, úgy alkotói megközelítésben, kivitelezésben, de nyugodtan állíthatom, hogy a kiállítás összességében nézve eléri azt a szintet, amelyet a Fotóművészeti Világszövetség égisze alatt ildomos elérni. A díjazottak között szerepeltek olyanok, akik korábban is sikeresen szerepeltek a pályázatokon. A Bajai Kis Imrének több képét is beválogatták a legjobbak közé. Hídon című fotója 3. helyezést ért el. A kedvenc témáim, elsőben embereket szeretek fotózni, amellett természetet, és hát az embereknél pedig szeretem az arcot láttatni, az arcon keresztül pedig magát az embert. Tehát lehetőleg olyan portrékat készítsen az ember, ahol az egyénisége, az érzelemvilága, maga az ember látszik. Kedves rózsám, látnak-e vagy soha? A tárlat megnyitóján Magdali Anna egy délvidéki népdalcsokrot adott elő. A kiállítás anyagát az MNAMK aulájában tekintetik meg az érdeklődők. Tanácsadással, ételkóstolóval és egészségügyi tornával várják az érdeklődőket az idei Szív világnapi rendezvényre. Az Egészséges Baja Városért közalapítvány minden évben megszervezi az egésznapos programot azzal a céllal, hogy felhívják a társadalom figyelmét a szív- és érrendszeri betegségekre és azok megelőzésére. Az idei rendezvény részleteiről dr. Zöld Lászlóné számolt be híradónknak. 20-án pénteken 15 órakor a Déri kertben fog
megtörténni ez a program. Kezdünk egy tornával, Szabó Edit, diplomás gyógytornász fogja tartani ezt a nagyjából félórás tornát, ami kifejezetten attól gyógytorna, hogy a szívbetegek részére speciálisan van felállítva ez a torna. Utána lesz egy séta, egy levezető séta a déri kert körül, majd bemegyünk a közösségi házba, ott a Müller Kati, aki nekünk tulajdonképpen a főszakácsunk, hogy így mondjam, ő készíti el, és ez is speciálisan a szívbetegek részére egy könnyű ételt fog összeállítani, amit szerintem mindenki el fog tudni otthon készíteni, recepteket fog kiajánlani, és a szívbetegek részére különböző gyógyteákat fog kínálni. Futással kezdte az új tanévet a Rotary Klub Bajai csoportja. A hagyományos jótékonysági futóversenyt vasárnap rendezték meg a Petőfi-szigeten, ahol a rotarisok mellett bajai diákok, pedagógusok, szülők és sportolók is nyúlcipőt húztak. A futással hátrányos helyzetű tanulók kirándulását lehetett támogatni. A Rotary Klub egy évben 3 futást szervez, a tavaszi, az őszi és a téli események bevételéből a legtöbb futót megmozgató iskolából visznek el diákokat egy egynapos kirándulásra. Vasárnap is sokan mondtak igent a hívószóra, ráadásul az időjárás is a szervezőkkel volt. A nevezők 3 táv közül választhattak, lehetőség volt 1, 2 vagy 3 szigetkört megtenni. A mezőnyben a bajai diákok mellett több helyi sportegyesület vagy civil szerveződés képviselői is jelen voltak. Azt gondoltuk, hogy mivel egy jótékonysági rendezvény, és azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos mindenkinek, hiszen az ifjúság is jelen van ebben az eseményben, azt hiszem, hogy mi is ezzel is próbáljuk azt közvetíteni az ifjúság és baja ifjúsági felé, hogy mi is itt vagyunk és képviseljük magunkat, hiszen ez egy nagyon nemes ügy. És a futás, a sport is nagyon fontos mindenkinek, és hát nekünk is. A futás szervezését ismét a Borbély Miklós által vezetett Mozdulj Baján csoport vállalta magára, akik már többször segítették a Rotary rendezvényeit. Ezúttal is jó hangulatú versenyt hoztak össze, a pályán frissítő állomás, a célban befutóéren várta a nevezőket. A futások lebonyolítása után egy hátrányos helyzetű iskolát fogunk elvinni, körülbelül 17 főt egy kirándulásra, aminek reméljük, hogy a utazási élményen kívül valami olyan hasznos célja is lesz, ami fejleszti a tudásukat, és élményt is fogok hozni számukra. A szervezők a korcsoportonkénti 3 legjobb helyezést elérő futót külön is díjazták. A Rotary Klub bajai csoportja az idei évben még egy alkalommal rendez versenyt, ami a hagyományos szilveszteri futás lesz majd az esztendő utolsó napján. Gálos Roland 2 nyertes mérkőzést követően vereséget szenvedett és búcsúzott az oroszországi felnőtt ökölvívó világbajnokságon. A Mogyi Felsővárosi ökölvívó ese kiválósága az 57 kg-os súlycsoportban képviselte a magyar színeket, ahol első körben egy tajvani, a másodikban pedig egy dán sportolót győzött le magabiztosan. A keddi 8-at döntőben jött a legnehezebb feladat, hiszen a harmadik helyen kiemelt mongol fiú várt rá. Az első menetben a mongol volt az aktívabb. A folytatásban viszont Roland ütött és talált többet. A pontozó bírók végül az ellenfelet látták jobbnak, és nekiadták a mérkőzést. Így nem sikerült az újabb bravúr és a legjobb 8 közé jutás. Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Hatékonyabb árvízvédekezés. Elkészült az új zsilip a Nagy Pandúr szigeten. Elsősegélyből jeles. Bronzminősítést hozott a bajai Szent László AMK csapata a Vöröskereszt országos versenyéről. Jótékony szigetkörök. Ezúttal is népszerű volt a bajai Rotary Klub suli kezdő futása. A bajai televízió híradóját látták. Friss összeállítással legközelebb holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. Hamarosan időjárás és vízállás jelentéssel folytatjuk. Műsort készítő kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra!
készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A gyengén felhős éjszakát követően holnap több órás napsütés mellett gomoly felhőképződésre számíthatunk, de ezekből csak az északkeleti megyékben alakulhat ki néhol futózápor. Csütörtökön ismét megélénkül, a főváros körül meg is erősödik az északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 5 fok között alakul, mindössze délnyugaton lehet kissé enyhébb a hajnal. Talajmenti fagy több helyen is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 16 és 20 fok között alakul.